Meggyilkoltak egy katolikus papot Nyugat-Franciaországban. A 60 éves atya hónapok óta szállást adott későbbi gyilkosának, annak a ruandai migránsnak, akiről a hatóságok azt gyanították, hogy ő gyújtotta fel tavaly a Nanti gótikus székesegyházat. A férfi feladta magát, beismerte tettét, de az indítékról nem beszélt. Titanilla folytatja vendégével. Georg Spötle, a Nézőpont Intézet biztonságpolitikai szakértője most a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm a kedves nézőket! Nagyon komoly port vert fel ez az eset, ugye azért is, mert hogy eleve ez a férfi már gyanúsítottja volt ennek a gyújtogatásnak. Ugye vannak információk arról, hogy 2019-ben őt már különböző erőszakos cselekmények miatt ki akarták utasítani, és hát az a pap jóhiszeműen járt el vele szemben, befogadta őt, pedig hajléktalan volt. Mit tudunk az eset körülményeiről, és mit tudunk a feltételezett elkövetőről? Az elkövetőről azt kell tudni, hogy 8 éve él már Franciaországba, és csak 7 évig tartott az, hogy elbírálják neki az ügyét. El is utasították, ugye hát azt lehet tudni, hogy ruandai állampolgár, ugye Ruandában volt egy nagyon csúnya polgárháború, ugye a Tutsik és a Wahutu törzs között, amikor körülbelül 900 ezer ember vesztette életét, tehát egy genocidumról beszélhetünk az országba. Viszont a nemzeti megbékélés után, ugye magam is jártam az országba, béke van, tehát igazából egy békés vendégszerető országot tapasztaltam így 2 évvel már a polgárháború és a bűnösök elítélése után, tehát vissza lehetne menni, építeni az országot, de valahogy Franciaország nem tudta ezt a férfit kitoloncolni, pedig 2019-ben megszületett végre a bíróságtól a kitoloncolási határozat, hogy nincs joga arra, hogy az Európai Unió területén tartózkodjon. Nem történt semmi, hogy számos több százezer vagy több millió más migránssal se Európa szerte, és őt befogadta igazából a katolikus egyház Nantes-ba, tehát munkát adtak neki, ugye templomi szolgaként dolgozott, cserébe kapott szállást, kis pénzt és élelmiszert, úgyhogy igazából egy normális életet élhetett volna, kezdhetett volna valamit magával, de hát ugye cserében mit csinált, felgyújtotta a Nanti székes egyházat. És ez a 60 éves pap, akit most nagyon aljas módon meggyilkolt, állítólag nagyon csúnya volt a tetthely. Igen, nem is közöltek részleteket nem a hatóságok, csak részletek, azt mondták, hogy igen, különös kegyetlenséggel. Igen. Megbocsátott neki, azt mondta, hogy ő katolikus szeretettel megbocsátja azt, hogy felgyújtott egy templomot, befogadta, és azt mondta, hogy ad neki egy új esélyt. Hát lehet látni, hogy ezzel az új eséllyel mit kezdett, és ez most már a nem is tudom, hanyadik papgyilkosság Franciaországban. Tehát kifejezetten ugye a katolikus egyház ellen, ez a férfi ugye kereszténynek vallotta magát, de nem lehet tudni, hogy valóban az-e volt, vagy hazudott, mint sok más volt, mert aki lop meg, nem tudom, más embereket lehúzza, hogy ő is tette, az valószínűleg elhazudhatott a hatóságoknak. Tehát el lehet képzelni, hogy valamilyen formában ő mégiscsak gyűlölte a kereszténységet, fanatizálódott, esetleg a Boko Haramnak, ami most Afrikában nagyon aktív, már nem csak Nigériában, nem felütötte más afrikai országokban is a fejét, Kenyától kezdve egészen Mozambikig, ami Afrika egyik legbékésebb és legklasszabb országa. Úgyhogy nagyon érdekes lesz még, hogyha átnézik esetleg neki adathordozóit, amennyiben vannak, mert azért egy hajléktalan, elég lecsövesedett emberről beszélünk, hogy mi volt valóban az indíték, hogy ezt a szeretetteljes, békés embert meggyilkolja. Azért ez az ügy, illetve itt a körülmények több kérdést is felvetnek. Az egyik az az, hogyha őt megalapozottan gyanúsították azzal, hogy felgyújtotta a Nanti székesegyházat, akkor hogy lehet, hogy ez a férfi szabadlábon volt? Igen, ez nagyon érdekes, nagyon sokan erre rákérdeztek. Szabadlábon védekezhetett, ugye, amíg a bíróság ítéletet mond. De ez is miért? Tehát nincs lakcíme igazából, nincs hova bejelentve. Tehát, hogy most jogi szöveget idézek, ugye akkor fent áll a szökés elrejtőzés veszélye, vagy tanúkat befolyásolhat, tehát igazából minden. Tehát létjogosultsága lett volna, hogy őt előzetes letartóztatásba helyezzék, addig, amíg a bíróság ítéletet nem mond, és be nem zárják őt hosszabb időre, és utána ki nem toloncolják az országból. Tehát ez valóban érthetetlen, hogy miért bánnak a liberális bíróságok ilyen kesztyűskézzel az elkövetőkkel. Ugyanúgy, hogy néhány héttel ezelőtt ugye az afgánok esete Németországban, akik egy fiatal lányt erőszakoltak meg, és ott is úgy döntött a bíróság, hogy hát van lakcímük, védekezzenek szabadlábon, csak ott már a közvélemény annyira fel volt háborodva, hogy végül az ügyészség úgy döntött, hogy előzetesbe helyezik azt a három fiatal férfit. Afganisztánban is elég aggasztó a helyzet, de még visszatérve erre a Nanti esetre, ugye itt a másik kérdés az az, hogy miért tartott 7 évig az, hogy megállapítsák, hogy ő nem jogosult Franciaországban tartózkodni, ez mennyire életszerű, illetve miért nem sikerült
döntött kitoloncolni, bár ugye ezt a kérdést már nagyon sok esetben feltettük az ilyen esetek kapcsán. Igen, nagyon sokan hazudnak, tehát azt mondják mondjuk, hogy Ruandából jött. Amikor ugye megállapítják, oké, ott béke van, akkor azt mondja, ó, hát hazudtam, nem is Ruandából jöttem, hanem Burundiból. Akkor elkezd a szomszédos ország. Elkezdődik az egész procedúra akkor előről. Amikor megállapítják, hogy Burundiból is béke van, akkor meg azt mondja, hogy ja, hát most is hazudtam, én igazából a mondjuk Közép-Afrikai Köztársaságból jövök. Elkezdődik az egész előről, ugye? Tehát mindig akkor mond egy másik nevet, egy másik állampolgárságot, és ilyenkor ugye a francia hatóságoknak a feladata, hogy megállapítsák, hogy valóban ez az ember ilyen névvel mondjuk burundi állampolgár-e. Ha onnan visszajeleznek a belügyminisztériumtól, hogy nem, ilyen ember nincs semmilyen állampolgársági listán, nincs az adatbázisunkban, akkor el kell kezdeni ezt az egész procedúrát előről. Tehát nagyon szépen kihasználják a rendszernek a gyengeségét, és ugye nem teheti meg se Franciaország, se Németország, hogy random mondjuk valakit felültet egy repülőre, ja, te azt mondtad, hogy innen jössz, akkor oda mész, és ott lerakják, aztán majd a hatóságok kezdjenek valamit, hanem nagyon hosszú jogi procedúra, egy visszafogadási nyilatkozatot kell küldeni annak az országnak, aminek az állampolgárságát birtokolja, és akkor lehet csak hazaküldeni őt, és ezek általában, különösen, hogyha afrikai országokról beszélünk, sok évbe telnek ezek a procedúrák. Itt említettük Afganisztánt, és csak azért, mert a beszélgetés előtt elárultad, hogy pont beszéltél egy iráni barátoddal, hogy mi a helyzet. Ugye Afganisztánban nagyon aggasztó a táliboknak az előretörése. Ő mit mondott, mit lehet tapasztalni most a térségben? Azt lehet tudni, hogy tegnap előtt már Kunduzt is bevették a tálibok, tehát nagyon nagy erővel törnek előre, ahogy a NATO csapatok vonulnak ki, ott van ugye egy hatalmi és egy katonai vákum, amit ők azonnal kitöltenek. Ugye fekete kereskedők ellátják őket fegyverekkel, meg az még probléma, hogy amit az Egyesült Államok hadserege meg a NATO hátrahagyott, például páncélozott járműveket, tüzérségi fegyvereket, azok nagy részét ott már birtokolják, mert a reguláris afgán hadseregből egész századok állnak át a tálibok. Pusztán félelemből tudják, hogy nem fogják tudni őket legyőzni, meghalni se szeretnének, inkább átlépnek ugye hozzájuk fegyverzettel együtt, és vannak köztük olyanok, akiket mind mi, mind pedig az Egyesült Államok hadserege képzett ki, tehát itt nagyon jól felkészült és felszerelt csapatokról beszélhetünk most a tálibok részéről, és azt lehet tapasztalni, hogy az iráni barátom is mondta, hogy most már körülbelül 3 millió ember van mozgásba Afganisztánba. Akik migránsok, vagy potenciális migránsok. Egy részük potenciális migránsok, egy részük még a belső migrációval reménykedik, tehát mennek még a békésebb részekre, viszont már azt lehet tapasztalni, hogy százezrek mennek át például Iránba. Ott próbálnak egyrészt munkát keresni, megvárni a harcok végét, meglátják, hogy mi lesz az ő környéküken, érdemes-e visszamenni vagy nem, de viszont tegnap már a német titkosszolgálat is kiadott erről egy jelentést, feltételezhető, hogy emberek milliói fognak elindulni Nyugat-Európa fele, és hogy erre majd fel kell készülni, hogy iszonyatos nyomás lesz majd a schengeni külső határokon, mert nagy valószínűséggel még békeidőben is ugye Pakisztánból, Afganisztánból, Bangladesből, tehát mindenhonnan jönnek fiatal férfiak. Hát, hogyha a harcok tényleg egy olyan szintet elérnek, akkor el lehet képzelni azt, hogy rengetegen fognak jönni, és ugye értelemszerűen a legrövidebb út a balkáni útvonal, tehát Törökország, Görögország is elindulnak, majd is nagyon sokan szerintem a magyar határral fognak szembesülni, és ugye eddig is nagyon nagy a nyomás, tehát több mint 50 ezeren próbálkoztak már az idén átkelni. Hogyha tényleg Afganisztán elesik, és ez lehet, hogy csak hetek kérdése, akkor ez a nyomás nagyon meg fog erősödni. És akkor Irán, ez lesz akkor az átkötő kapocs a másik témánkhoz. Úgy tűnik, hogy felpörög az iráni atomprogram, itt állítólag a perzsa állam hetekre van attól, hogy atomfegyvere legyen. Ugye tudjuk ennek a történetét, létrejött az iráni atomalkú 2015-ben egy nagyon hosszú folyamat eredményeként, 2018-ban az USA kilépett, és onnantól kezdve Irán sem tartotta be a rá vonatkozó tilalmakat, újra elkezdte a dúsítást és a fejlesztéseket. Mi a célja Iránnak ezzel a fejlesztéssel, és hova vezethet ez a nukleáris harc? Irán értelemszerűen nem szeretne háborút. Ő egy nukleáris egyensúlyt szeretne a Közel-Keleten. Azt lehet tudni, hogy Izrael rendelkezik nukleáris fegyverekkel, a pontos számot értelemszerűen nem is. Ilyen 40 és 115 közé teszik a szakértők, tehát ezek rövid és közép hatótávolságú rakétákra felszerelhető taktikai nukleáris fejek. Értelemszerűen ott van a szomszédságban Törökország, aki nem rendelkezik igaz saját atomfegyverekkel, de van ez a úgynevezett shared weapons, tehát hogy megosztva több NATO tagállam között Törökország is jogosult egy nagyon súlyos háborús helyzetben nukleáris fegyvereket kapni, amiket utána be is vethet, vagy bombák, vagy pedig rakéták formájában. És ott van Szaúd-Arábia, aki nem rendelkezik jelen pillanatban nukleáris fegyverrel, viszont az Egyesült Államoktól és Németországtól a legmodernebb fegyverrendszereket vette meg. Tehát mindent eladtak nekik,
tehát tengeralattjáróktól kezdve nehéz tűzérség, a legmodernebb vadászgépeket birtokolják, és Irán azért egy nagyon fontos, azt mondom, hogy talán furcsa lesz a nézőknek, hogy stabilizáló tényező a térségben. Ugye az Egyesült Államok elhagyja most Irakot is. Ott valószínűleg kiújul majd egy síta-szunita felekezeti viszály, amiben becsatlakozik az ott lévő nagyon erős Al-Qaida, az iszlám államnak a maradéka. Tehát azt az országot valamilyen formában stabilizálni kell, és mivel azért a lakosság 75%-a síta vallású, ezért Irán értelemszerűen ki szeretné terjeszteni oda a fennhatóságát, legalábbis az országnak azt a részét, középső részét valamilyen formában uralni. És ezért is szüksége van neki egy nukleáris fegyverre, mert azért mind Izrael, mind az Egyesült Államok többször már azért csörgették a kardot ugye Irán ellen, és valóban olyan országok, amelyek rendelkeznek nukleáris fegyverekkel, nézzük meg például Észak-Koreát, állítólag 40 taktikai robbanófejjel rendelkezik, utána igazából békében el lehet, mondja, engem úgysem támadnak meg, mert rendelkezem ilyen fegyverekkel. Nagyon kevés időnk marad, de még Kínáról kellene beszélnünk, ők is erőteljes fejlesztésekbe kezdtek. Igaz, a kínai nukleáris arzenál eltörpül például ugye az Egyesült Államoké mellett, nekik 3800 ilyen robbanófejük van, Kínának mondjuk 200, de azt mondják a szakértők, hogy ez megduplázódhat. Kínának mi a célja, most ugyanazt tudom kérdezni, mint Iránnak kapcsolatban, Kína miért feküdt most rá az atomfegyverekre? Kína is igazából föl szeretne zárkózni. Ugye Oroszországnak több mint 6000 nukleáris fegyvere van, Egyesült Államoknak durván 3800, és Kína sem akar lemaradni. És ráadásul nagyon modern ez a Dongfeng 41-es, ez a legmodernebb balisztikai rakéta, aminek a szakértők 13 és 15 ezer kilométerre becsülik a hatótávolságát. Tehát ez kimegy igazából orbitra, egy több lépcsős rakétáról beszélünk, és a cél fölött 15 ezer kilométerrel, tehát 15 ezer kilométer messze lévő cél fölött robban, tehát beteríti igazából azt a célpontot is, megsemmisíti. Valóban egy nagyon modern fegyverről beszélünk. Amerikai kémműholdak fedezték fel, hogy Kína északnyugati régiójában új rakétasilókat építettek, és most azt feltételezik, hogy Kína egy olyan 310-320 darab új típusú ballisztikus rakétát akar telepíteni, vagy lecserélni a régi arzenáját modern fegyverekre. Tehát ugye az Egyesült Államokat ez azért nyugtalansággal tölti el. Gáos Pötlének köszönjük szépen!